Katalin, nagy tisztelettel a bemutatkozásra kérlek. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit én is, főleg azokat, akik ebben a változékony időszakban is vállalkoztak hosszú útra. Agárdról jött el az unokatestvérem, nővérem Budapestről, Miskolcról is vállalkoztak barátaink, akik között van költő is, van régi osztálytársam is. Tehát szeretettel köszönöm a megjelenteket, és remélem, hogy nem csalódnak abba, hogy jöttek ide. Ami pedig azt illeti, hogy Irénkének mit köszönhetek, azt el nem tudom mondani. Ezt a csodálatos bemutatást és felmagasztalást, amit nem is érdemlek meg igazán, de nagyon-nagyon szépen írtál és beszéltél arról, hogy mit éreztél akkor, amikor olvastad őket, és hát miután tanárnő, hát méltán gyönyörűen is fejezte ki magát. Én nem tudom olyan nagyon kifejezni magam, de ha megengedik, leülök, jó? Mert remek a lábam már is. Hogy azt mondtam, hogy nem sokat fogok beszélni magamról, mert nehéz is egy 65 éves embernek magáról beszélni, mert nagyon sok mindent lehetne. Részben említettétek a könyvtárosságot. Tényleg nagyon örülök, hogy ezt a munkát végezhettem 44 éven át, és onnan mentem nyugdíjba 2 éve. Még mindig nem nagyon tudom elhinni, hogy már nem vagyok aktív, mert továbbra is mindenhova elmegyek, mindenféle rendezvényre. De egy kicsit régebbről kezdjük. Tehát a szüleimet, nagyszüleimet említeném, akiktől annyi sok szeretetet és annyi sok értéket kaptam, amit úgy éreztem jó 30 évvel ezelőtt is már, hogy ezeket le kell írnom és tovább kell adnom a gyermekeim számára, hogy milyenek voltak ők, és emberségüket, hazaszeretetüket, amit belé tápláltak, azt próbáljam valahogy rögzíteni és továbbadni nekik, mert a mindennapokban nem mindig lehet beszélgetés alkalmával ezeket a nagy dolgokat úgy végig beszélgetni, mert ők is rohannak, mi is sokszor rohanunk, tehát ez, hogy rögzüljön az, hogy milyenek voltak ők. Ha kedvük van, és mi már nem leszünk, akkor előveszik a kötöteket, amiket részben a hagyatékot próbálom feldolgozni. Már ez a harmadik tulajdonképpen, amit idén már készre nyomdára készen megvan édesapám hagyatékából a beszédei, a szépirodalmi művei és a tanulmányai, amik ebből a kötetből kimaradtak. Az első, ami megjelent az én közreműködésemmel, az a Pükszerelmesei volt egy bevezetője, amit én úgy gondoltam, hogy hát majd a kiadó, a Felső Magyarországi kiadó főszerkesztője majd ezt beleteszi az édesapámról írottakat. Hát az egészet beletette, így kerültem bele én is nem a köztudatba, hanem hát azok kevesek közé, akik olvashatják ezeket a köteteket, mert nem túl sok példát számba jelentek meg. Abban az édesapa harcéri naplóját tettem közé, a hadifogságból írt leveleket és verseket, csodálatos verseket tőle. A unokatestvérem édesapja is örökölte ezt a írói vénát, Pali bácsi is, édesapám is nagyon szépen élményszerűen tudott beszélni és írni, és gyönyörűen írt. És egy kicsit a fiam is örökölte, mert ő is 16, meg 18 éves korában már köteteket adott ki a segítségünkkel ugyan, de tényleg van benne írói véna. Amikor én begépeltem a szöveget, amit idadott, hát akkor döbbentem rá, hogy micsoda értékes kisgyerek ez a mi fiunk. Tehát erre büszke vagyok az elődeimre is, de hát akkor azért nagyon távol állok, hogy
kapta Margithoz lehessen engem hasonlítani, de azért valami biztos, hogy ragadt rám is, de ilyen céllal, hogyha a gyermekemnek, ha sikerült átadni azokból az morzsákból, amiket életem során szedegettem, akkor csipegethessen, amikor már nem leszek itt köztük, akkor ezzel a céllal szánom, főleg a barátaim biztatására mások elé az írásaimat, mert sokáig feküdtek az íróasztalba, és néhányan tudták csak, hogy én írogatok. A nagyszüleim, miért töltöttünk minden nyarat, az ő példájuk is olyan áldozatos volt, az ő szeretetük is, amivel bennünket körülvettek, hogy csak egy példát mondjak, hogy rozzant lábbal, öregen, betegen is cipelték a falu másik végére a postára a gyümölcsel, kolbászokkal teli kosarakat, hogy nekünk is juttassanak belőle, és cserébe csak azt kérték tőlük, hogy gyakran írjunk meg, gyakran látogassuk meg őket. És ma júlia nap van, és ezért nagymamám emlékére szeretném ezt az estét ajánlani. A másik az a szeretet, amit a természet iránt éreztek a édesapámék, nagyapáméktól ered, de ez majd egyik írásomból majd kiderül, és ezt nem akarom érinteni, hogy azt ők is átvették, és ezt továbbadták nekünk, és mi pedig igyekeztünk továbbadni a gyermekeinknek, unokáinknak. Tehát azt, hogy édesapámról már sok szó esett, de az is egy szívmelengető, de ugyanakkor fájdalmas is volt ezeket feldolgozni, mert amikor gépeltem be a írásait, a beszédeit, a verseit, akkor mindig hallottam az ő hangját. És jó, akkor most lépjünk egy kicsit tovább. Ő Szegeden járt egyetemre, ott is nyerte meg édesanyámat, és a Szeged környéki tájakon élő emberek megérintettek a sok bölcs beszédükkel, a dolgosságukkal, egyáltalán azzal, hogy olyannak éreztem őket, mintha mind a rokonom lenne, mert annyira kedvesek voltak. A Bükk az szintén tényleg a szerelmese vagyok én is, de ebben a naplószerű írásomban nem csak azokat írtam meg, akik a Bükköt gyakran látták, hanem azokat is, akik ritkában, vagy talán sohasem, mert nagyapuk például nem látta, de nagymamám eljött, és emlékszem rá, hogy azt mondta, hogy legeltetöm a szömeimet, mert hogy ő az Alföldön nem látott soha hegyet, és csak kétszer jött el hozzánk Miskolcra, és akkor elvittük a Bükkbe, és nagyon élvezte. Magamról annyit, hogy tulajdonképpen körülbelül 30 éve kezdtem írni, és 7 éve írok intenzívebben. Most van olyan, hogy naponta, vagy hetente írok úgy valamit, mindig megérint valami, akár egy katasztrófa, akár egy ismerős, nehéz sorsa, akár egy emberi gonoszság, vagy éppen nagyság. Ezeket úgy érzem, hogy le kell írnom. Az életformáló társaimról, tanáraimról, barátaimról, kollégáimról, íróktól is rengeteget kaptam, és az ott lévő képzőművészeti kiállítóterem miatt sok művészt is megismertem. Tőlük is sok szeretetet kaptam, és néhányan barátaim is lettek.